Sok ezren menekülnek éjszakára a kijevi metró föld alatti állomásaira, amelyek óvóhelyként is szolgálnak a harmadik napja tartó orosz invázió során. Mivel az ukrán fővárosban pénteken már civil célpontokat is lövedékek értek, a polgári lakosság nem érzi magát biztonságban a saját lakásaiban. Dühösek vagyunk, félünk és idegesek vagyunk. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mert ez az otthonunk, a városunk, a hazánk. Ugyanakkor mentenünk kell az életünket. Elképesztően lesújtó ez a helyzet. Az ukránok egy része az ország nyugati része, illetve a nyugati szomszéd államok területére menekül, mások bíznak a hadsereg ellenálló képességében. Itt lent biztonságosnak tűnik minden. Sok ember van itt, családok, ismerősök, barátok. De tudjuk, hogy még sok idő, amire ennek vége lesz. Csak remélni tudom, hogy minden rendben lesz. Bízunk a katonáinkban, és abban is, hogy ebből a helyzetből valami jobb fog kisülni. Sok ukrán most a nemzetközi közösség reagálásait nézi. Egy részük csalódott a nyugati segítségben, más részük reménykedik abban. Arra kérjük az európai közösséget, hogy segítsen nekünk. Tiltsák ki Oroszországot a bankközi fizetési rendszerből. Kérjük, hogy küldjenek NATO csapatokat, és azt is, hogy segítsenek biztosítani a légterünket. A metróállomásra való lehúzódás a kijeviek tömegeinek lett az esti rutinja az elmúlt napokban, a héten harmadszor már, és sajnos várhatóan nem utoljára.